A legutóbbi két fordulóban két döntetlent játszott a Nyírbátor, a két döntetlen között azonban lényeges a különbség. Az élcsapatnak számító DVSC Deac ellen elégedett lehet az egy ponttal Máton István edző, a sereghajtó Veresegyház otthonába viszont három pontért utaztak a bátoriak. Mind a két meccsel kapcsolatban van hiányérzetünk, megfelelően felkészültünk mind a két csapatból. A Debrecen ellen hazai pályán igazából csatár nélkül játszottunk, de ott is kialakítottuk a helyzeteket, sokkal több helyzetünk volt, mint a debreceniek élcsapatának. Veresegyházra úgy utaztunk, hogy Nagy Dávid már hétközben tudott edzeni, viszont Ráti Gergő belázasodott, így újabb csatárok nélkül kellett lejátszanunk az első félidőt, ezért az volt a tervünk, hogy az első félidőben maradjon 0-0 körül az eredmény, és a második félidőben próbáljuk majd eldönteni a mérkőzést, mivel azt is tudtuk a Veresegyházról, hogy a második félidő 60. percétől el szoktak fáradni, mivel már elejétől kezdve egy agresszív, letámadásos játékot játszanak. Ez a tervünk, ez be is jött már az első félidőbe, álltunk egyszer kapussal szembe, második félidőben pedig még négyszer, óriási helyzeteket hagytunk ki, igazából a hiányérzet emiatt lehet bennünk. A 23. fordulóban a 31 pontjával 9. Nyírbátor, a 22 ponttal a 11. helyen álló Jászapátit fogadja. A Jászapáti ellen most már a sok döntetlen után szeretnénk győztesen elhagyni a pályát. Igaz, hogy ezzel a döntetlennel így 10 meccsesre nyújt most már a veretlenségi sorozatunk, ami azért pozitívunként értékelhető, de hát ugye ilyenkor mondják azt, hogy evés közben jön meg az étvágy. Egy biztos bentmaradást tűztünk ki célul, de most már szeretnénk minél jobban szerepelni, mert annyira szoros a mezőny, hogy csak ha a hétvégén, ha plusz két pontot megszereztük volna, már nem tizedikek, hanem hetedikek lennénk, de mivel a fociban nincs ha, ezért inkább majd hétvégén a ténylegesen megszerzett három ponttal meglátjuk, hogy hova tudunk kerülni. A forduló további párosítása a következő: Hajdúböszörmény Felsőtárkány, Putnok Ebes, Létavértes Tiszói Város, 60 Veresegyház, Cigány DVSC Deac, Eger Kazincbarcika és Reac Ferencváros 2.